egyeztettek a 24 órás ügyelet megszervezéséről. Ingyenesen étkezhetnek a rászoruló gyerekek a tavaszi szünetben. Fórumot tartottak az új vadászati törvény rendelkezéseiről. Jó estét kívánok, március 10-e van, jönnek a részletek. A 24 órás gyermekorvosi ügyelet megszervezése érdekében kezdett múlt héten aláírásgyűjtésbe egy gyöngyösi kétgyermekes anyuka. A petíciót azóta már több mint 1300-an aláírták. A hír eljutott Gyöngyös polgármesteréhez is, aki találkozott a kezdeményezés ötletgazdájával, és azt ígérte, egyeztet a témában érintett szakemberekkel, hogy megoldást találjanak a helyzetre. Hisz György polgármesterrel egyeztett Bányai Amanda. A kétgyermekes anyuka az állandó gyermekorvosi ügyelet megszervezéséért kezdett aláírásgyűjtésbe. A petíció híre, amit az elmúlt két hét alatt már több mint 1300-an aláírtak, eljutott Gyöngyös polgármesteréhez is, aki ma fogadta a kezdeményezés elindítóját, hogy előrelépés történhessen az ügyben. Konkrét megállapodás nem született, azt ígérte a polgármester úr, hogy megkeresi a kórházat, illetve a orvosokat, és majd valahogy megpróbálják ezt kamatoztatni, ezt a felvetést. A polgármester azt mondja, sok hasznos, kisgyermekes szülőktől származó információ jutott el hozzá a mai egyeztetés során. Sok ilyen praktikus dolgot mondott, amit majd a szakemberekkel leülve biztos, hogy meg fogok említeni. Tehát ebben a körbe le kell ülni a kórházzal, le kell ülni a 24 órás felnőtt orvosi szolgált vezetőjével, le kell ülni a védőnői szolgálttal, le kell ülni a gyermekorvosokkal, mert hát hiszen róluk van szó, hogy milyen részbe, egészbe, milyen megoldást tudunk kínálni erre a helyzetre. Az orvoshiány miatt azonban előre láthatólag nem lesz egyszerű megoldást találni. Nagyon sok település most már évek óta keresi a körzeti orvosát, Markasz, Halmajugra, Pálosvörösmarty, sorolhatom a településeket, és nem kapnak házi orvost. Tehát Gyöngyöst is elérte nem csak a szabolcsi, vagy a borsodi, vagy a nógrádi falvakat, hanem Heves megyébe is azt gondolom, hogy ezzel tartósan sajnos számolni kell. Az 1990-es évek végéig volt Gyöngyösen 24 órás gyermekorvosi szolgálat. A város vezetője bízik benne, hogy összefogással sikerül megoldást találni erre a több mint 15 évvel ezelőtt kialakult helyzetre. Holnaptól ismét látogathatók a betegek a Bugát-Pál kórházban. Az influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók számának csökkenése miatt a kórház valamennyi fekvőbeteg osztályán megszüntették a látogatási tilalmat, így holnaptól, azaz március 11-től a házi rendben rögzített módon és időben ismét lehet a betegeket látogatni. A tavaszi szünetben idén első alkalommal ingyenesen étkezhettek azok a rászoruló gyerekek, akiknek szülei ezt írásban kérték. A több mint 500 hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekből, akinek járna az ingyenebéd, mindössze 47-en éltek a lehetőséggel. A gyermekvédelmi törvény változása kapcsán az idén az önkormányzatoknál kötelező a szünidőkben is a rászoruló gyermekek étkeztetése. A tavaszi szünetben első alkalommal lesz erre lehetőség Gyöngyösön is. Dr. Horváth Gábor igazgató azt a formanyomtatványt mutatja, amin jelentkezni kellett. Több mint 500 olyan családot kerestek meg személyesen, akiknek járna az egyszeri meleg étkezés. Azt mondhatjuk, hogy egyötöde adta vissza a nyilatkozatokat, tehát több mint 100 család, és valójában a bölcsödéseket most nem fogja érinteni. Óvodás közül 16 fő, tavaszi szünetben pedig majd a oktatási intézményben részvevő gyermekeknél pedig 47 főt jelent. Tehát, mint előbb is mondtam, a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekekről van szó, nem minden családról. Tehát alig 50-en kérték az ingyenes meleg étkezést a tavaszi szünetben, ami most 3 napot érint, március 24-ét, 25-ét és 29-ét. Az óvodásoknál az étkeztetés folyamatos, így ők a tavaszi szünetben saját tagóvodájukban vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, még a 47 iskolás egy helyen, a Berze menzán étkezhet majd a szünetben. A 16 fős fő
óvodás majd a tagintézményekben, tagóvodákban fogja a déli étkezést lefolytatni, illetve az oktatási intézményeknél pedig a Berze menza lesz a Kossuth út 33 alatt. Az igazgató azt mondja, a szülők inkább a nyári szünetben szeretnének élni ezzel a kedvezménnyel. Ez egyébként most 74 gyermeket érint. A beérkező kérelmek szerint 14 óvodás és 60 iskolás étkezne a nyári szünet ideje alatt ingyen. Vizsgálja a Magyar Közút annak a lehetőségét, hogy a hármas számú főút platánúti gyalogátkelőjén a lassabban közlekedők számára is lehetővé váljon a biztonságos és megszakítás nélküli átkelés. Ahogyan arról már beszámoltunk, Szén Gabriella, a körzet képviselője felkereste a Közút megyei igazgatóságát, mert a lakók azt mondták, a zebrán túl rövid ideig tart a zöldjelzés, és a középen található járdaszigeten csak kevesen férnek el egyszerre. A Közút közölte, mivel ez az átkelő egy összehangolt rendszer része, az egész Gyöngyösi útszakaszt vizsgálniuk kell. Osztott gyalogátkelő, négy sávon haladó forgalom, 7 másodperces zöldjelzés. Több panasz is érkezett Szén Gabriella körzeti képviselőhöz azzal kapcsolatban, hogy a hármas számú főút platánúti zebrájánál túl rövid ideig tart a zöldjelzés, és a középen található járdasziget méretesen megfelelő. Nagyon sokan panaszkodtak, hogy nem érnek át a gyalogátkelőn, legalábbis szabályosan, nem csak piros jelzésen. Főként mondták ezt olyanok, akik idősebbek, akik kisgyerekkel közlekednek, és ugye a gyerek nem tud olyan gyorsan rohanni. Volt olyan óvónő is, aki jelezte, hogy az óvodai csoporttal esélye nincsen itt áthaladni, illetve rengeteg babakocsis. A Magyar Közút megyei igazgatóságának osztályvezetőjétől megtudtuk, az egész Gyöngyösi útszakaszon összehangolt lámpajelzések segítik a közlekedést, így ha ezen a zebrán változtatnak valamin, az az egész útszakaszt érinteni fogja. Bármilyen beavatkozásra is lesz lehetőség, ugye lehet adott esetben program módosítás, vagy a fázis lefolyás módosítása, vagy fázisoknak az összevonása. Mindenképpen a teljes szakaszt vizsgálni kell, tehát a teljes gyöngyös városi átkelési szakaszt vizsgálni kell, mivel ez egy hangolt rendszer része. Így az autósoknak nem kell attól tartaniuk, hogy az útszakaszon nem tudnak majd folyamatosan haladni. A terelő sziget méretén azonban egyelőre nem változtatnak, hiszen ez minden előírásnak megfelel. Ez egy 2 méter széles felület. Ezen változtatni csak a közútkezelő és az önkormányzat engedélyével lehet. A közút arra kéri a járókelőket, hogy használják a várakozó gombot, mert azok segítségével gyakrabban vált a lámpa. Az előre beütemezett időkorlát pedig egy napon belül is változik. Ezzel próbálják könnyíteni az utazók dolgát a délelőtti és délutáni csúcsidőben. Az új vadászati törvény rendelkezéseiről tartottak fórumot a Vadas Jenő Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakközépiskolában. A törvény egyes pontjai már januárban hatályba léptek. A legfontosabb változások között szerepel, hogy az eddigi 10 helyett ezentúl 20 évre szól a vadgazdálkodási üzemtervi ciklus. Jelentős mértékben változik a vadászati törvény, ennek egyik legfontosabb pontja, hogy ezután 20 évre tervezik a vadgazdálkodási üzemtervi ciklust. Arról, hogy ki kapja meg a vadászati jogot, arról a földterületek tulajdonosai dönthetnek. Ezt egy közgyűlésen erősíthetik meg, ahol más kérdésekben is döntést kell hozniuk a gazdáknak, hangzott el a fórumon. Itt döntőnek a közösség képviselői, hogy ki lesz a következő 20 évre a föld közösségnek a képviselője, döntőnek a haszonbérleti díj mértékéről, illetve döntésnek kell születni az új vadászatra jogosult személyéről. Heves megyében módosul néhány vadászterület térképe is, például az autópálya nyomvonala miatt. Ez néhány esetben érdeksérelemmel is járhat, de a vadásztársaságok akkor járnak a legjobban, ha megegyeznek egymással a területekről. Ezt az Agrárkamara Heves megyei elnökétől tudtuk meg. A legszerencsésebb helyzet az lenne, hogyha a vadásztársak meg tudnának egyezni egymással a birtokhatárok, a vadásztársak birtokhatárait illetően. Erre sok esetben nincsen esély, de mégiscsak minden fórumon bíztatjuk ezeket a vadásztársasági képviselőket, hogy próbáljanak megegyezni. Szintén fontos változás, hogy a törvény szerint 52 vadászati tájegységet hoznak létre. Ez érinti az állami tulajdonban lévő Egererdő ZRT-t is, amely a megye legnagyobb vadászterületével rendelkezik, és pozíciójából fakadóan szakmai iránymutatással is segíti a vadgazdálkodókat.
A megye legnagyobb erdő- és vadgazdálkodói vagyunk, így azt gondolom, hogy a megyén belül betöltött szerepünk, akár szakmai, akár a kollégák által a szakmai szervezetekben betöltött funkciók alapján a ZRT egyfajta iránymutatást, illetve a ZRT gazdálkodás egyfajta iránymutatást is jelez a velünk szomszédos vadászatra jogosultak, illetve erdőgazdálkodók számára. A Földművelésügyi Minisztérium munkatársai szerint a vadászati törvény a hagyományos vadászati módok megtartására törekszik, és igyekszik csökkenteni az adminisztrációs terheket is. Kísértés címmel tartott előadást Kárpáti Kázmér plébános a Kolping Család Egyesület által szervezett húsvéti előkészületi lelki estek előadássorozat részeként. Ezúttal a sátán négy taktikájáról, a megtévesztésről, a megosztásról, az elterelésről, illetve az elkedvetlenítésről hallhattak a megjelentek. A plébános szerint fontos, hogy ezekről beszéljünk, hiszen könnyen megszokjuk a mindennapjainkat, vagy belefásulunk valamilyen gyakorlatba. Két nagy veszélye van a keresztény embernek, ha egyáltalán nem beszél a sátánról, vagy ha állandóan róla beszél. Meg kell találni a köztes utat, vagy a Kárpáti Kázmér, aki a húsvéti időszakhoz kapcsolódóan a sátán négy taktikájáról tartott előadást a Kolpingházban. Egyrészt a megtévesztés, hogy olyan dolgokat ígér, ami nem a valóság. Például a reklámok tekintetében is, hogyha megszerzed ezt a új mobiltelefont, vagy ezt az új ruhát, olyan boldog leszel, és akkor ott mosolyognak mindenkik. És igazából ez egy olyan csali, amire ráharap az ember, aztán utána mégis egy nagy csalódottság érzés. A másik taktika a megosztás, amely családon, baráti társaságon, vagy akár egy városon belül is előfordulhat. Az összetartozás erősítése lenne a legfontosabb, tette hozzá a plébános. Az elterelés és az elkedvetlenítés szintén ebbe a csoportba tartozik. Ezeket fel kellene ismerni minél előbb és tenni ellenük. Egyebek mellett erre szolgált a plébános előadása is. Önmagában a megszokás nem rossz dolog. Tehát, hogy nem kezdünk el gondolkodni, hogy most hogy kezdjen el fékezni az autó, megnyomjuk a fékpedált, tehát rutinszerűen. De mégis veszélyforrás is lehet, hogy csupán egyfajta gépezetként működjön az ember, és ne legyen benne ott az a lángoló szeretet, aminélkül nem keresztény a keresztény. A húsvéti témakörhöz kapcsolódó előadás sorozat folytatódik, következő alkalommal szintén Kázmér atya lesz a vendég, azt követően pedig Dombi Ferenc, Recski plébános elmélkedését hallhatják a jelenlévők. A Bébron Gyöngyös NB1-es csapata hétközi fordulóban sajnos alulmaradt a Balatonfüred elleni bajnoki mérkőzésén. A pirosmezesek uralták az első játékrészt, a folytatásban azonban a Gyöngyös vitte a prímet. Az utolsó két percben minden esély megvolt a pontszerzésre, de sajnos Oliver lövése után a felső lécről kifelé vágódott a labda. A Balatonfüred végül 1-0 19-18-ra megnyerte a mérkőzést. Sajnos a második fél évvel ütközött ki az a problémánk, hogy belső poszton hiányzik két meghatározó játékosunk. Ennek a hiányát úgy gondolom, hogy végigcipeltük a vállunkon. Sok játékosnak sokkal többet kell pályán lenni a fáradtsági faktor ellenére, és ebben sajnos ebben az időszakban rengeteget hibáztunk. Szoros lett a végjáték, de úgy gondolom, hogy a szívvel és egy jó kapus teljesítmény, jó védekezéssel sikerült begyűjtenünk a két pontot. Azt gondolom, hogy egy jó kis meccsen vagyunk túl. Talán jobban örültünk volna, hogyha mondjuk ősszel játsszuk ezt a meccset, nem most. Sőt, én azt mondom, két ellentétes félidőt láttam én a Gyöngyöstől. Nem tudom, hogy belülről hogy látszott. Ugyanígy. Tehát az első félidőben nem igazán találtuk a védekezésünket, és támadásban is rengeteg hibával játszottunk. Aztán a varázsütésre másfél évben megfordult, tehát én úgy gondolom, hogy a védekezésünk az jelentősen följavult, a kapusunk egyre jobban védett, és elő is találtunk azért több gólt, mint az első fél időben. Az igazság, hogy nagyon kemény csapat ellen játszottunk, és tulajdonképpen úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen ők voltak az esélyesekbek, és hát ez végül is így is lett. A Gyöngyös esélye még egy szalmaszálnyi lehetőséggel megmaradt a felsőházba kerülésre. Ehhez azonban a Vác és a Balmazújváros veresége, valamint Nagy Bencéjék Tatabánya elleni győzelme szükséges.
Megkezdődik az Irinyi terv részét képező Ipar 4.0 program kidolgozása a héten, írja a Magyar Idők. A Nemzetgazdasági Tárca gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkára elmondta, az Irinyi terv végrehajtásával Magyarország 2020-ra az Európai Unió legiparosodottabb államai közé tartozik majd. A program révén a kormányzat szeretné elérni, hogy az ipari termelés hozzájárulása a bruttó hazai termékhez 4 év alatt 2020-ra a mostani 24%-ról 30%-ra emelkedjen. Kiemelte, az iparstratégia fő fejlesztési iránya tovább erősíti a nemzeti ipart, jelentősen épít az innovációra, segíti az új munkahelyek létrehozását, támogatja a hazai vállalatok verseny- és export képességét. Március 16-án és 17-én lesz lehetőségük a diákoknak a középfokú felvételi eljárásban a jelentkezéseik módosítására, a tanulmányi területek korábbi sorrendjének megváltoztatására, közölte az Oktatási Hivatal. A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje átalakítható, megváltoztatható, de tanulmányi terület nem törölhető. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. Délután 5 órakor a Magyar Telekom 436, a MOL 15.500, az OTP 6.648, a Richter pedig 5.304 forintba került. Egy órával a zárás előtt a hivatalos tőzsdeindex, a BUX 25.255 ponton állt. Jönnek a mai nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. A 24 órás gyermekorvosi ügyelet megszervezéséről egyeztettek. Ingyenesen étkezhetnek a rászoruló gyerekek a tavaszi szünetben. Fórumot tartottak az új vadászati törvény rendelkezéseiről. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális csütörtökön, holnap is jövünk majd a szokott időben. Addig megtalálják híreinket a www.gyöngyöstv.hu oldalon. Minden jót, a viszontlátásra!